Zalaegerszeggel kezdünk, ahol nyitott fesztivált tartanak a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban. A kétnapos programon irodalmi találkozók, illetve kulisszabejárás, koncertek és ingyenes előadások várják az érdeklődőket. További programok Nagy Jenőtől és vendégétől. Tiétek a szó. Jó napot kívánok! Már hangol mögöttünk a zenekar, illetve tartják a bábjátéknak a próbáját. A pontos programokról Besenci Árpáddal, a Hevesi Sándor Színház igazgatójával fogok beszélgetni. Jó napot kívánok! Mire számíthat az, aki ellátogat ide Zalaegerszegre? Üdvözlöm a kedves nézőket! A nyitott fesztivál keretében kinyitjuk a színház kapuit, és társ művészetek képviselőit hívtunk ide. A színház előterében Budai Mihály festőművész és barátai festenek. Hátul mögött a zalai szimfonikusok kiegészülve a báb művészekkel, Péter és a Farkas című meseoperát adják elő. Szálinger Balázs költő bent a színház épületében könyvbemutatót tart, és este 7 órakor az Egy bolond század csinál című darabot játszol a Hevesi Sándor Színház társulata. Illetve ez kiegészült egy úgynevezett kulisszajárással. A színház művészei, az érdeklődőket végigvezetik a színház különböző pontjain, jelmeztár, fodrásztár, színpadi süllyesztő, ügyelőtér, öltözők, és megismerkedhetnek a nézők a színpadi kulisszával. Egyfajta nyitottságot, egyfajta kinyitást jelent ez a nagy közönség felé, illetve az Egerszeg Festnek vagyunk egy ilyen előhírnöke, és holnap indul az Egerszeg Fest. Holnap is készülnek programokkal, mik ezek? Holnap szintén lesz kulisszajárás, szintén lesz kinti koncertünk a színház előtti téren, este pedig a szabad téren a padlás című előadást láthatják a nagy érdemű közönség a Kvártélyház szabadtéri színház előadásában. Nagyon szépen köszönjük, igazgató úr! Tehát színes programokkal várnak mindenkit itt Zalaegerszegen, de nem csak a nyitott fesztiválon, az Egerszeg Fest is ma kezdődik el lényegében, és egészen vasárnapig kulturális programok, könnyű és komoly zenei koncertek és hagyományőrző bemutatókkal találkozhat az, aki ellátogat Zala megye székhelyére. Nagy Jenőnek köszönjük szépen!